Jó estét kívánok, kedves nézőink, a Beszéljünk róla magazint látják. Amikor bizony bemegyünk a kórházba, akkor ugye egy stressz helyzetben vagyunk, és sok esetben azonnali gyógyulást, vagy azonnali diagnózist remélünk. Ilyenkor minden pénzt megadnánk azért, hogy gyorsan és azonnal meggyógyítsanak bennünket. Ez a pénz azonban korábban kellene, amikor tudnak eszközt venni, hogy a mi szenvedésünk sokkal kevesebb legyen, ha egyszer oda jutunk a kórházba, már pedig mindenki oda jut, én úgy gondolom élete során. Beszélgetésünkben ma ez a fő téma. Itt van a stúdióban dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És itt van Pigelni dr. Csényi Magdolna, kuratóriumi elnök, a Jobb Műszer Kevesebb Szenvedés Alapítvány éléről. Jó estét kívánok! Azaz, estét kívánok! Szervusztok, hiszen kéréseteknek megfelelően tegeződve beszélgetünk, régóta ismerjük egymást. Kezdjük a kórházi dolgokat megelőzően azzal, hogy hogyan is jött létre ez az alapítvány. A nevében már a cél nagyjából benne van, de mégis kik alapították, hogyan, milyen célból? Igen. Tisztelettel köszöntöm a Halas TV nézőit. Nagy tisztelettel megköszönöm a Halas TV-nek ezt a lehetőséget is, amit biztosít számunkra. A Jobb Műszer Kevesebb Szenvedés az 1991-ben a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház alapításával jött létre, 50 ezer forint induló tőkével, és azzal a céllal, hogy az egészségügy ilyen szárnyaló célokkal, hogy az egészségügyi ellátás színvonalát emelje, és ezt mindenképpen gép, műszer és különböző orvostechnikai eszközök megvásárlásával biztosítsa. Az alapítványa működése során már majdnem 100 millió forinttal gazdálkodott eddig, elértük a 94 millió forintot. A tavalyi évnek is 14,5 millió forint volt a bevétele. A nagy horderejű 91-ben megfogalmazott célok most egy kicsit más megvilágításba kerülnek, hiszen tudjuk, hogy az egészségügy is egy óriási robbanáson ment keresztül, és hát az, hogy mi az egészségügy színvonalát emeljük, azért az a mai egészségügyi árakat ismerve azért már egy kicsit irreális, viszont én, amikor az alapítványról beszélünk, akkor úgy szoktam fogalmazni, hogy mi egy színfolt vagyunk. És igenis, hogy egy összefogással, az adományokkal, amilyen célból létrejött az alapítvány, megpróbáljuk mégiscsak a könnyebbséget és a mi eszközeinkkel egy kicsit a kórház mindennapi szívós munkájához hozzájárulni. Mutatnak kollégáim egy fényképet, nemrégiben például a Kiskunvíz Kft. Kollektívája nyert egy főzőversenyen 50 ezer forintot, és azt gondolta a kollektíva, hogy ők ezt megduplázzák, és egy adománylevelet adtak az alapítványnak, 100 ezer forinttal támogatva ezt a munkát, láthatjuk is a képen. Mi a jellemző, amikor a kollektívák jönnek, vagy olyan emberek, akik esetleg betegek voltak, és egész más fényben látják a gyógyulást? Vagy cégek, önkormányzatok, ki az, aki ad pénzt? Igen, hát ez nagyon érdekes, mert úgy, ahogy a szerkesztő is fogalmazott, valóban vannak egyedi támogatások, tehát amikor a 10 ezer forinttól a havi 150 ezer forintig visszatérően egyéni természetes személy támogatja az alapítványt, ez nagyon nagy köszönet jár érte, de ezen kívül én nagy tisztelettel vagyok az önkormányzatok fele, és ez kicsit a fejlődésünket is majd mutatja, hiszen nem csak Halas, hanem a környező településekkel is kapcsolatban vagyunk, és hogyha az önkormányzatok is fontosnak érzik ezt, akkor bekapcsolódhatnak ebbe. Már most vannak az önkormányzatok, megnevezném is a teljesség igénye nélkül, Kiskunmajsát, Kelebiát, Pirtót, akik már több évre visszamenőleg is konkrétan támogatják, és visszatérően, és viszonylag nagyobb összeggel az alapítványt. És hát ami megint csak nagyon fontos, hogy vannak a vállalkozások, és azért a Halasvárosban és a környező településen is sokan próbálnak hozzájárulni különböző összegekkel. Jön a képbe a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, ugye minden forintra szükség van, hogy tisztán lássuk a helyzetet. Hogyan áll jelenleg Magyarországon egy kórházi finanszírozás? Milyen pénzekből gazdálkodik egy egészségügyi intézmény, ahol így röpködnek a milliók, a százmilliók, ha csak a sok beteg ember gyógyítására és a diagnosztikai eszközök, műszerek árára gondolok. A 100 millió az egy apró pénz szinte. Hát azért a 100 millió az már egy el lehet költeni elég jól elfogadható összeg, igen.
Hát a tavalyi évben lett a Kiskunsi Kórház 6 milliárdos ház éves költségvetési szinten. Előtte mindig, minden évben ez alatt volt. Idén, ha minden jól alakul, akkor 6,5 milliárd forint körül lesz a bevételünk. Ez nagyon nagynak tűnik. Ennek a jelentős része, ugye NEAK biztosítási forrásból származik, ami elsősorban a fekvőbetegellátás. Hogy értsük, mi ez a NEAK? Ez a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő, tehát a régi OEP. Tehát ők finanszírozzák ugye magát a betegellátást. A kórház finanszírozásnak a legnagyobb problémája az az, ez egy szabályozási probléma, hogy jelenleg a betegellátás van finanszírozva, amiben nincs benne az amortizáció, az épületfenntartás, a karbantartás, a fejlesztés. Ugye ezek tulajdonosi feladatok tulajdonképpen, amit régen az önkormányzatokra, amíg önkormányzati tulajdonban voltak, vagy amelyik kórházak egyházi tulajdonban vannak, akkor az egyházak tesznek bele pénzt, ugye, és a legtöbb kórház az állami fenntartás alatt van. Az állam megpróbál ilyen segítséget nyújtani, de nagyon sok kórháznak a nagyon sok igényét ezzel a robbanásszerű fejlődéssel, ami az egészségügyi eszközök terén lezajlott, meg zajlik folyamatosan, ez szinte követhetetlen. Ez nem csak Magyarországon okoz komoly problémát, tehát olyan exponenciálisan nőnek az egészségügyi ellátásban a technika fejlődésével a költségek, amik fejlett gazdasági nyugat-európai országokban is komoly problémákat okoz, hogy ezt követni tudják. Az, hogy egy kórház hogy gazdálkodik, abban nagyon komoly segítséget jelenthet az, hogyha alapítványa vagy alapítványai vannak. Ugye a Kiskunsi Kórháznak két alapítványa van, ez a Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés alapítvány, ami egy kórházi alapítvány, és a gyerekosztálynak van egy önálló alapítványa. Mind a két alapítvány a kórháznak a céljait szolgálja, de a gyerekosztály ez egy szűkített terület. Ugye, a gyerekosztály alapítványára beérkező pénzekkel nem rendelkezik szabadon a kórház. Az csak a gyerekosztályra költhető el. Természetesen így született az alapítvány. A Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés alapítvány ezzel szemben bármilyen szakterületen belül, bármilyen fejlesztési célra fordítható, ami a kórházban prioritást élvez. Vannak olyan ellátási formák, amik olyan minőségben járulnak hozzá a betegellátásnak, a betegellátás színvonalának az emeléséhez, vagy mondjuk olyan járulékos következményei is vannak, ami a kórháznak egyébként költségcsökkenést okoz. Ezeket prioritásba kell helyezni, mert azáltal, hogy valahol megtakarítást érek el, más területek, amik tudottan és mindig is veszteségesek lesznek, azok is finanszírozhatóvá válnak. Tehát ebbe kell megtalálni azt az egészséges egyensúlyt, hogy a kórház felső vezetésének, hogy mik azok a területek, amikre, hogyha becsatornázunk plusz pénzeket, az máshol felszabaduló forrásokat jelenthet, amit más területekre át lehet csoportosítani. Tehát ez egy elég bonyolult rendszer. Rögtön mutatunk felvételeket, ugye volt korábban egy ilyen szakmák éjszakai rendezvény, és ott Semmelweis kórház munkatársai büszkén és boldogan mutatták be a fiataloknak azokat az eszközöket, amelyeket ott nap mint nap használnak, és ezek között volt vadonatúj, volt már régebbi, volt, amelyre mondták, hogy amikor én ide bejöttem dolgozni, akkor ez már itt volt, de rendkívül jó szolgálatot teljesít. Milyen jelenleg a kórház műszaki felszereltsége? Mert a nővérke a kedves velem, a szuper és adott, mert kedves és aranyos és segít engem.
De amikor azt mondom, hogy én gyorsan szeretném tudni az én fájdalmamnak az okát, és tudom, hogy van erre valamilyen műszer, mert láttam filmen, olvastam újságban, akkor mit lehet elmondani, mennyire modern a mi kórházunk? Fogós kérdést kaptam. Kérem szépen, tévéműsorban vagyunk. Tehát ha magyarországi viszonylatban nézzük, akkor a Kiskunhalasi Kórház elég jó helyzetben van. Természetesen az egyetemekkel és a megyei kórházakkal nem szabad összemérni. Mert ha én állandóan a Kecskeméti Kórházhoz vagy a Szegedi Egyetemhez mérném a műszaki igényeimet, akkor olyan, ugye ezeket működtetni is kell. És nem a pénzügyi, hanem a szakmai működtetése nehéz. Tehát Kiskunhalason például nem szükséges invazív katéteres labort létrehozni, és nem célja a kórháznak, hogy egy ilyen nagyon drága, nagyon profi... Egyébként mire jó ez az invazív katéteres labor? Egy invazív katéteres labor ugye az infarktus ellátásnak, vagy a stroke ellátásnak egy központi szerepe. De ezt országos hálózatban, térségi ellátásban, olyan szervezésben, ahogy ma megvan szervezve az akut infarktusnak az ellátása, az tökéletesen működik, és nem kell olyan álmokat kergetni, hogy egy városi kórházba olyan technikákat vezessünk be, ami hosszú távon nem fenntartható, se szakember szempontjából, se finanszírozás szempontjából, és annyi előnyt nem nyújt populációs szinten a betegellátásban, mint amennyibe kerül. Tehát lehet, hogy az egyéni érdekek ilyenkor mások, de társadalmi érdeket nézve összességében nem járna jobban a közösség, vagy pedig nagyon nagy áldozatot kell hoznia a közösségnek azért, hogyha egy ilyen speciális területet szeretne fönntartani vagy működtetni a kórházban. Mert azt jól kell látni, hogy a társadalmi felelősségvállalás, vagy a közösségnek a felelősségvállalása abban az esetben, hogyha ez egy konszenzuson keresztül nő, és mondjuk egy térségi együttműködésben, sikerülne azt elérni, ami nekem célom, hogy minden önkormányzattal olyan kapcsolatot alakítsunk ki, hogy az önkormányzatok, ha nem is tulajdonosi szemlélettel, de hozzájárulóként rendszeres támogatásba részesítsék a kórház alapítványát, akár lakosságszám arányosan elosztva, akkor egy olyan forrást biztosítanak, amivel azokat a nem horribilis nagy beruházásokat, de olyan műszerfejlesztéseket meg lehet valósítani, ami mind a diagnosztika pontosságát, mind a diagnosztika gyorsaságát, mind akár a betegeknek a kényelmét szolgálhatja. Ha oda megy valaki és azt mondja, hogy én szeretnék egy X összeggel támogatni akár a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházat, akkor azt milyen feltételekkel lehet megtenni, illetve ki lehet-e kötni, hogy én most ezt a belgyógyászatra szeretném fizetni? Van-e ilyen lehetőség? Igen. Hát ugye az alapítványt lehet pénzügyileg támogatni, lehet hozzájáruló munkával, felajánlásokkal, egyebekkel támogatni, de a legjellemzőbb az a pénz felajánlás. Van egy számlaszámunk, amire a pénzt át lehet utalni, és utána gazdálkodunk ebből a pénzeszközből. Természetesen lehetséges úgy, hogy célzottan, volt is erre példa, például az alvásdiagnosztika, amikor meghatározzák, hogy mire szeretnék, természetesen akkor arra költjük, és igazolható módon igazoljuk az adományozó felé, hogy ez megtörtént, kívánalmainak megfelelően, és ezt használatba adtuk a kórházba. De lehetséges az, hogy nem kötik ki, akkor viszont értelemszerűen van ennek egy olyan menete, van egy kuratórium, és van a kórháznak egy vezetése, mi jelezzük, hogy mennyi összeg van, a kórház pedig jelzi, illetve összegyűjti azokat a lehetőséget, vagy azokat a
az eszközöket, amire szükség lenne, és véleményezik, és akkor természetesen arra használjuk föl. Egyébként a kuratórium a kórház osztályai fele szerkesztett egy úgynevezett pályázati lehetőséget is, ahol megkérdezzük, tehát szinte pályáztatva van a kórházi osztály, hogy mi az, amire szüksége lenne, és itt olyan prioritásokat határoztunk meg a kórház vezetésével együttesen, hogy esetleg új módszernek a bevezetése, vagy olyan technika, ami még nem teljes, tehát ami egy kikísérletező vagy kísérletező technika, és hát így lehetséges. Egyébként ugye az előző kérdéskörhöz úgy visszatérve azért, hogyha megnézem a tárgyi eszköz leltárunkat, azért rengeteg dolog, tehát műtőfelszerelések, kórházi ágy vásárlására, több, tehát nagy mennyiségű kórházi ágyat vásároltunk, ultrahangberendezéseket, az atroszkópos torony, a sebészeti műtőhöz. Tehát rengeteg olyan viszonylag apróbbnak a kórházi beruházáshoz képest apróbbnak tűnő dolog, de ezzel mind azt a célt próbáljuk elérni, hogy akár a nővérnek vagy az orvosnak maga a vizsgálat esetleg legyen könnyebb, de maga a beteg is érezze azt, hogy olyan eszközzel vizsgálják, vagy olyan helyzetbe kerüljön, amit ő szinte észre sem vesz, de ezzel mi könnyebbé tudtuk tenni a vizsgálatot. Néhány napja a kórházban forgattunk éppen a melanoma szűrés fontosságáról, és ott is a főorvosnő mondta, hogy kaptunk egy ilyen új vizsgáló berendezést, és most ezzel fogjuk megnézni. Tehát maga az állomány is nagyon örül egy ilyen fejlesztésnek. Most mi lenne az a cél esetleg, amire tényleg azt mondaná az ember, hogyha mondjuk ez évi vagy jövő évi pénzből némi forrásokkal kiegészítve, de szívesen megvenni a Semmelweis kórház? Hát most az elsődleges cél a robotsebésznek az itt tartása, amiről ugye már beszélgettünk is ebben a műsorban, és ennek a finanszírozási megoldása. Ezzel hála Istennek a környékbe számos polgármesterrel sikerült már leülni, egyeztetni, és ugye városunknak a polgármestere mögé állt, és az egész térségnek az együttműködését ő szervezi, és ez egy térségi együttműködésben úgy tűnik, hogy egy jól megvalósítható és még idén megvalósuló beruházás lesz, ami nagy könnyebbség lesz a műtétes szakmákban. De folyamatosan merülnek föl napról napra új igények. Tehát nincs olyan vezetői értekezlet, ahol ne jönnének be olyan dolgok, hogy az ultrahangkészülékünk meghibásodott, ki kellene cserélni, nem elég a javítása. Most az intenzív osztályunkon egy monitort rántottak le, aminek csak a javítási költsége 1 millió forint fölött lenne. 1 millió forintot, hogyha kicsivel megtoldunk, újat lehet venni. Nem biztos, hogy van értelme javítani egy 10 éves készüléket. Arról pedig senki nem tehet, hogy ugye, hogyha egy beteg hozzá van kötve egy ilyen monitorhoz, és rosszul mozdul, akkor azzal előfordulhat még a legkörültekintőbb ellátás meg monitor rögzítések mellett is, hogy ezek az eszközök bizony megsérülnek. Az endoszkópjainkat időnként megharapják a betegek. És ugye abban olyan kis érzékeny szerkezet van, ami ezt nagyon nehezen viseli. Én hát egy 3-4 évvel ezelőtt voltam egy ilyen kerékpározás utáni nyaki ficammal. Félrenéztem a közlekedési lámpára, és úgy maradt a nyakam egy jó hétig. Elmentem természetesen a kórházba, és miközben írták ezt a zárójelentést, ugye annak hívják. Igen. Írta a hölgy, akkor néztem, mondom, ez Windows 98, azt mondja, igen, és még működik. Mondom, max a múzeumban majd be lehet rakni. Ha csak belegondoltam akkor, ha mondjuk havonta én 3 kávéval kevesebbet iszom, és így tesz még mondjuk 10 000 kiskunhalasi lakos velem együtt, mennyit tudnánk lendíteni?
egy-egy ilyen kórház állapotán, akár a műszaki eszközöket tekintve? Ilyen a mindennapi, hogy ne Windows 98 legyen. Nagyon sokat. Tehát pont a polgármester úrral ültünk le erről beszélgetni, hogy ha lakosonként 100 vagy 150 forinttal egy évben hozzájárul, az a közel 150 ezer ember, aki a Kiskunhalasi Kórház területén él, és hogyha baja van, akkor hozzánk jön, és évente 100-150 forint, az 20 milliós beruházást tesz lehetővé. Hogyha ezt ugye azt mondjuk, hogy fél évente 150 forint, az 40 millió. Hogyha egy évbe 1500 forintot ad minden lakos az alapítványnak, az 200 millió forint. Tehát ugye, és 1500 forint egy évre nem tűnik olyan elviselhetetlennek, főleg, hogyha ugye mondjuk ez 12-vel beosztja az ember, ez havi 100. 101 néhány olyan ez forint. Még egy biztosítás, nem? Hogy úgy előre öngondoskodunk mi halasiak egy kicsit magunkról, hogy nekünk egy picit jobb legyen, hogyha tényleg baj van. Adja az Isten, hogy majd csak 80 évente legyen rá szükség, nem? Igen, de ez, én azt gondolom, hogy ha a közösségnek a felelősségvállalását bele lehet építeni a közösség területén működő egészségügyi ellátásba, akkor az egy olyan kapcsolat az ellátók meg az ellátandók között, amit mind a két oldal szerintem hálásan fog üdvözölni, és nekem célom az, hogy ezt el tudjuk érni, hiszek is benne, hogy ez egy megvalósítható dolog. Egy nagyon furcsa példát fogok mondani. Kanadában, az Edmontoni klinikán, ahol volt szerencsém a kardiológiai intézet minden kis bugyrát megismerni, ott közben elmesélte az intézet vezető, természetesen magyar, nálam néhány évvel fiatalabb professzor, vagy magyar származású, hogy ő náluk ez úgy működik, hogyha elveszítenek egy beteget, akik 10-15-20 éven keresztül gondoztak, és meghosszabbították az életét. De ugye az orvoslásnak is vannak végpontjai. Korlátlanul ez nem kivitelezhető, és ugye senki nem is várja el. Akkor ott ez egy társadalmi szokás, hogy a temetésére nem virágot, nem koszorút vesznek, hanem az adott osztály alapítványának ajánlják föl ezt az összeget. És ezt nem kell kérni. Ettől mi majd nagyon messze állunk Magyarországon. Nem is azt gondolom, hogy ilyen irányba szeretném elvinni a közgondolkodást, de az, hogy egy közös felelősségvállalásunk legyen a kórházunkért, azt mindenképpen el kell érni. Hogyan találják az emberek, a vállalkozók az alapítványt? Igen, hát itt kapcsolódnék akkor ehhez a gondolathoz, hogy valóban odáig kellene eljutnunk, hogy nem kérni kellene, hanem, és most úgy látom, vagy úgy érzem, hogy egy folyamat indul el, mert minél többen ismerik meg, minél többen tudnak erről a lehetőségről, annál jobban föllángol az, hogy önadakozás legyen. Tehát ez egy természetszerű dolog legyen, nem pedig nekünk kell kérni, és ez azt gondolom, hogy egy folyamatot indít el, mert ha minél többen tudunk erről, akár az adók 1%-át, ugye, hát az adó 1%-át, akár, tehát mi itt ismert személyiségek vagyunk ilyen szempontból, kiskunhalasi származásúak, a településeket is ismerjük, és azt gondolom, hogy nekem mindig egy kicsit lelkiismert furdalásom van azzal, hogy a saját, tehát a hétköznapi munkám mellett azért muszáj erre is nagy gondot fordítani, és emiatt lelkiismert furdalásom van, mert sok jó ötlet van, és ezeket kivitelezni is kell, de hát azt gondolom, hogy a kuratórium sok mindent föl tud vállalni, és mi is szeretnénk nyitni, többet beszélni magunkról, az eredményeinket ismertetni,
És hát azt gondolom, egyébként ugye említettem az önkormányzatokat is, csak néhányat, de nem szabad kifelejteni, és ugye azt mondtam, hogy a teljesség igénye nélkül, de Kiskunhalasváros önkormányzat ezt tulajdonképpen összefogja, és azt gondolom, mind a ketten érezzük ezt, hogy ők eleve nagy gondot fordítanak erre. Tehát úgy érzem, hogy most már nem csak egy kuratórium van, meg nem egy kórházi vezetés van, hanem sokan vannak mögöttünk, és hát természetesen azért mi személyiségünktől is függ, hogy ezt életben tartsuk, de azt gondolom, hogy nagyon nagy értelme van, mert ez azt a pluszt tudja, és ezt a szint tudja hozni a kórházba, azt a szint, amit a kórházvezetés elképzel. Közösségi portálokon sokszor látom azt, hogy itt van XY, akinek a gyermeke egy gyermekosztályon, vagy bármilyen osztályon volt kórházi ellátásban, és a szülő látva az odaadó segítőkészséget, az orvosok munkáját, mert ő szobafestő, elmegy és kifest egy kórtermet, vagy akár egy egész folyosót. Van erre lehetőség? Természetesen van lehetőség. Bármilyen észszerű és hasznos felajánlás nagyon jól jön a kórháznak. Műszaki élő munka az egy nagyon problematikus dolog. Ugye egy nagyon szűk műszaki gárdával kell ezt a házat működtetni. Egy 10 emeletes házat, 11, nem igen, kicsi ház. Igen. Tehát nincs olyan nap, hogy ne menne tönkre csap, nincs olyan nap, hogy ne kelljen konnektort javítani. Olyan apróságok ezek egyébként, amit az otthon az ember 10-15 perc alatt meg tud csinálni, és nem is kell hozzá feltétlenül szerelőt hívni, de a nővéreink ezt nem csinálhatják meg, vagy hogyha véletlenül munkai baleset következik be, tehát ez mégse olyan, mint amikor otthon nekiállok én kapcsolót szerelni. Saját felelősségem. A saját felelősségemre. Tehát, és akkor, amikor az ember azt mondja, hogy igen, a konyhánkat is ki kellene festeni, most éppen ez van terv alatt, mert a konyhában most egy olyan beruházást fogunk befejezni, amivel a 40 éves elszívó berendezéseinket teljes egészében megújítjuk a nyílászáró cserével együtt. De ez csak a konyhára jelenleg egy 50 milliós költség volt eddig, és ez a technikai háttere. Az, hogy mellette tiszta legyen a fal, ami ugye egy elvárható dolog, főleg egy egészségügyi intézménynek ugye a konyháján, és ott 1000 adagokat főznek naponta. Annak a festékköltsége az nem is olyan nagy, az élő munka költsége az viszont nagyon nagy, és nagyon kevés olyan ember van, akire azt mondom, hogy oké, persze be lehet engedni egy konyhára, és akkor tessék kifesteni. És mikor? Mert ugye ez működik folyamatosan. Egy 24 órás működés mellett kell megvalósítani ezeket a beruházásokat, tehát ezt lehet szombat éjszaka, amikor biztos nem főz senki, de vasárnap reggel 6 órakor ott újra üzem van. Nem könnyű ez, de bízunk benne, hogy ez az összefogás erősödik. És a kórház az a mi kórházunk Igen. lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és az információt. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten, és tudják, szerdán este 7:30-kor kezdődik a Beszéljünk Róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Jó éjszakát, viszontlátásra! Köszönöm, maradunk!